Sziasztok! A mai videó lesz a Planet Zoo állatok sorozatunk utolsó része, egyelőre. És ebben két állatot fogok bemutatni. Mindkettőnek a Kárpátia Nemzeti Parkban épül kifutó, illetve az elsőnek terárium. Elsőnek a teráriumot készítem el, és habár nemzeti park lévén az elhelyezett állat nem őshonos a Kárpát-medencében, csak annak külterületén, azért szeretném úgy elhelyezni, hogy valamennyire beleolvadjon a környezetbe. Lássuk, ez mennyire fog sikerülni. Kíváncsian várom a kommenteket, remélem megírod, hogyan tetszik a végeredmény. A teljes építő videót külön fogom megosztani, ez a videó koncentráljon főleg az állatokra. Szóval kezdjük a görög teknős teráriumával. Megpróbálok csak érdekességekre koncentrálni. Tudományos neve Testudoher manni, és a hüllők osztályán belül a teknősök rendjébe, ezen belül pedig a szárazföldi teknősfélék családjába tartozó faj. Európa mediterrán vidékén elterjedt faj, tudományos nevét 1789-ben első leírójától Johann Friedrich Gmelintől kapta, aki német természettudós botanikus, entomológus, herpetológus és a puha testűek kutatója volt. És a francia természettudós Jean-Frédéric Hermann tiszteletére nevezte el Hermanninak. A két alfajából ez a nominális alfaj, és ez Nyugat-Európában elterjedt, pontosabban Spanyolország keleti részein, a Spanyolországhoz tartozó Balear-szigeteken, vagyis Mallorca, Ibiza és a többi, Franciaország déli részein és Korzika szigetén, Olaszország partvidékén Toszkánáig és az Olaszországhoz tartozó Szardínia és Szicília szigeteinél. A keleti alfaj, amelynek a neve Testudoher manni Bödgeri, és nevét Mojsvári Mojsisovics Ödön geológustól kapta 1889-ben a német zoológus Oskar Bödger tiszteletére. Ennek az elterjedési területe Görögország, Albánia, Észak-Makedónia, Bulgária, Törökország európai oldala, Szerbia, Koszovó és Románia. Újabban két további alfajt ugyanebbe az alfajba sorolnak be, mivel nincs bizonyíték arra, hogy külön alfajként tekintsenek rájuk. Ezek a dalmáciai alfaj a Herzegovinensis, amely az Adriai-tenger keleti partján Horvátországtól Montenegróig honos, valamint a Peloponnesica alfaj, amely a görögországi Peloponnesoszi félszigeten honos. Legészakibb elterjedési területe a horvátországi Isztriai félsziget, valamint a Duna folyásánál a Vaskapu szoros. Így a Duna egyik oldalán a Galambóci vár, a másik oldalán pedig Lászlóvára őrzi az északi populációkat. Érdekesség, hogy a tudomány görög teknős, azaz Testudo Greca néven a Mor teknőst ismeri, amely viszont a földközi tenger ellentétes részein található meg, kivéve néhány átfedési területet, és amelyek között nem található meg Görögország. Viszont a két fajt sokszor összetévesztik, mivel nagyon hasonlít egymásra. A görög teknős hossza 12 és 23 cm között lehet. Páncélja ovális, mellvértje lapos, színe okkersárga, sötétebb foltokkal, de egyes egyedek esetében a mintázat teljesen hiányozhat. Végtagjai ásásra fejlődtek, végükön hosszú karmok találhatók. A kifejlett nőstények a hímeknél nagyobbra nőnek, s páncéljukat 60 csont összenövése alkotja. Nappali életmódú aktív állatok. Jó a szaglásuk és a látásuk, és idejük nagy részét táplálkozással töltik. Növényevő állatok, és annak ellenére, hogy sok helyen gyümölcsökkel etetik, ez nem megfelelő számukra, mivel a természetben inkább a nagy kálcium tartalmú növényeket fogyasztják, amikre szükségük van a páncéljuk miatt. Igaz, hogy a vadon élő populációknak ez a védekezés szükségletei miatt van, erre pedig nincs szükség a fogságban levő példányoknál. Ezek a növények leginkább a pillangóvirágúak családjába tartoznak. Ebbe a családba tartozik például a főzeléklencse, a lucerna, a borsó vagy a veteménybab, vagyis a passzúj vagy székelyesen fuszújka.
Olaszországban van olyan populáció, amely a szúrós csodabogyót is fogyasztja, amelyet az emberi gyógyászatban gyógynövénynek tekintenek. Ugyanakkor a görög teknősök megesznek olyan növényeket is, így a boglárka féléket, amelyek az emlősök számára mérgező alkaloidokat tartalmaznak, és egy tanulmány szerint ezen növények méreganyagai segítenek a teknősöknek megszabadulni egyes parazitáktól. Telelésük novembertől márciusig tart, vagyis ebben az időszakban hibernálnak. Majd az ébredést pár hét intenzív táplálkozás követi, ezután pedig elkezdődik a párzási időszak. A hímek sokat járnak, kelnek, keresik a párt maguknak, míg a nőstények passzívak ilyenkor. Gyakran tudomást sem akarnak venni a hímekről. De a hímek hosszas lögdöséssel udvarolnak addig, amíg a nőstény is veszi a lapot. Ezután a hím elkezdi a párosodást, miközben sípoló hangot ad ki, vagyis örömében fütyörészni kezd. A nőstény május-július között 5-8 darab 3 cm körüli tojást rak egy gödörbe. A tojások pedig a hőmérséklet függvényében 57 és 100 nap között kelnek ki. Ez a hőmérséklet határozza meg a nemüket is. A nőstényeknek a melegebb 30 Celsius fok, míg a hímeknek a hidegebb a 26 Celsius fokos hőmérséklet kedvez. Ezt a folyamatot évente többször is megismételhetik. Érdekességképp a görög teknős a leglassabban növekedő teknős faj a világon. A tojásból frissen kikelt teknősöknek még nincs megkeményedve a páncéljuk, ezért sok ellenségük kerül. De a kifejlett teknősöknek kevés az ellenségük, ugyanis vastag páncéljuk megvédi őket, ami alá be tudják húzni a fejüket, farkukat és minden végtagjukat. De egyes madarak, például a szakállas saskesejük és a szirtisasok megpróbálják feltörni a páncélt úgy, hogy a magasból a sziklákra ejtik a teknősöket. Amennyiben túlélik ezeket az ellenséges támadásokat, elélhetnek akár 80 évig is. De mivel ez pontosan nem ismert, egyesek szerint a 120 éves kort is megélheti. Mivel a faj populációja csökkenő tendenciát mutat, ezért a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a mérsékelten fenyegetett kategóriában van. A faj szerepel a CITES, vagyis a Washingtoni Egyezmény 2-es függelékében. Emiatt Magyarországon csak CITES engedéllyel ellátott egyedek tarthatóak, amelyeket, amennyiben elérik a 10 cm-es páncél hosszúságot, mikrocsippel kell ellátni. Magyarországon is szinte minden állatkertben élnek teknősök. Ezen a hétvégén például a debreceni állatkertben jártam, így az ott élő görög teknősöket láthatjuk a következő részben. Állj, még ne zárd le, ugyanis következik egy másik ismert faj, amely a madarak osztályába, ezen belül a lúd alakúak rendjébe és a récefélék családjába tartozik, és a mesékből ismerhetjük a rút kiskacsa néven is. Pedig nem is kacsa és nem is rút, hanem büszke, kecses hattyú, mégpedig a bütykös hattyú. Madárkánk elterjedési területe eurázsiai, azaz Európa és Nyugat-Ázsia területei egészen Mongóliáig, és néhány foltban egészen Oroszország tengermelléki határterületéig, Vlagyivosztok környékéig. Annak ellenére, hogy származása Eurázsia, legközelebbi rokonai nem más északi féltekén élő hattyúfajok, hanem az Ausztráliában honos fekete hattyú és a Dél-Amerika déli részén élő fekete nyakú hattyú. Valamikor teljes Közép-Európa területén megélt a vizekben gazdag és mocsaras területeken, de mivel túlvadázták és tojását begyűjtötték, ezért már korán kiirtották, és azt valószínűsítik, hogy egy ideig csak az Észak-Európa megközelíthetetlen mocsaraiban vészelte át az embert. Amíg lassan kezdték visszatelepíteni az európai országokba, ahol manapság halastavak és parkok díszmadaraként élhet. Így volt ez Magyarországgal is, ugyanis tőlünk is kipusztult egy időben, de aztán szerencsénkre visszatelepült. Európán és Ázsián kívül betelepítették Izlandra,
a Feröer-szigetekre, Ausztráliába, Új-Zélandra, a Dél-Afrikai Köztársaságba és az Amerikai Egyesült Államokba, és ez utóbbiban él a legnagyobb betelepített populációja. Magyar nevét a vörös csőre feletti fekete bütyökről kapta. Angol nevét, ami a Mute Swan, azért kapta, mert a többi hattyúfajnál csendesebb. Latin nevét pedig ugyanattól a Johann Friedrich Mellin német természettudóstól kapta, aki az imént bemutatott görög teknőst is leírta a tudomány számára, mégpedig ugyancsak 1789-ben. Ez pedig úgy történhetett, hogy Gmelin besegített a Carl von Linné által elindított Systema Naturae 13. kiadásában. Eredetileg Anas Olor néven írta le, de 1803-ban az ugyancsak német természettudós, erdész, ornitológus, rovarkutató és herpetológus Johann Matthäus Bechstein áthelyezte a Cygnus nemzetségbe, így a mai tudományos neve Cygnus olor. Úgy a Cygnus, mint az olor szó latinul hattyút jelent. A Cygnus viszont a görög kiknos szóból származik, ami görögül is hattyút jelent. A bütykös hattyú monotipikus taxon, ami azt jelenti, hogy nincsenek élő alfajai. Így nincs különbség az Egyesült Királyság területén élő, vagy a Mongóliában élő, vagy a Svédországban élő, vagy akár a Balaton vízén élő bütykös hattyúk között. Sőt, nyáron lehet, hogy épp a Svédországban élő hattyúkat látjuk a Balaton vízén, mivel a balatoni 50 párt kitevő állandó populációt kiegészítik az Európa többi részéről nyaralni, azaz vedleni érkezett hattyúk. Ugyanakkor a lengyel hattyúnak nevezett bütykös hattyúk tulajdonképpen csak ugyanazon taxon színvariációjának vannak elismerve, Cygnus olor morpha immutabilis néven, vagyis a lengyel hattyúk lábai rózsaszínűek, valamint a fiókák nem szürkék, mint a normális esetben, hanem fakófehérek. Genetikájukban megtalálható a leucizmusért felelős gén, ugyanúgy a valamikori háziasítás jeleiként, mint ahogy a házilúd esetében is ugyanezek a jelenségek kimutathatóak különbségként a vadludakkal hasonlítva. Akár a többi réceféle vedléskor elveszíti az összes evező tollát, ráadásul egyszerre, így ebben az időszakban röpképtelen. Alapjában véve vándormadár, amely télen akár 1000 kilométernél is többet megtehet azért, hogy Európa enyhébb éghajlataira húzódjon. A bütykös hattyú hossza 145-160 cm közötti lehet, szárnyának fesztávolsága viszont elérheti a 238 cm-t is. Súlya 7 és 14 kg közötti, a hímek enyhén nagyobbak, mint a tojók, ekkora súllyal elnyerték az egyik legnagyobb röpképes madár címet, és a hímek bütyke nagyobb, mint a tojók bütyke, persze nem ez adja a súlykülönbséget. Az Észak-Amerikában honos trombitás hattyú után a legnagyobb vízimadarak, de a legnagyobb feljegyzett röpképes madár egy lengyelországi bütykös hattyú volt, amelynek a súlya elérte a 23 kilót. Persze ekkora súllyal kissé nehézkesen száll fel, csapkodó szárnyal szaladni kezd a víz felszínén és lassan emelkedik a levegőbe, mint egy túlterhelt repülőgép, de ha már fent van, akkor stabilan repül. Repülés közben az evező tollai fütyülő hangot adnak ki, így hallani lehet, ha közeledik. Nyakcsigolyáinak száma 23, vagyis ezzel a legtöbb nyaki csigolyával rendelkező madár a világon. Ne etesd a hattyút kenyérrel, pékáróval, kekszel, chipszel és egyéb emberi túlfogyasztásra készített termékkel, mert a hattyú is beteg lesz tőle. A természetben a táplálék a vízinövényekből, magvakból, rovarokból, férgekből, kagylókból, apró kétéltőekből és halakból áll. Ezeket hosszú nyakával általában tófenékről szerzi be, ahol a récék már nem jelentenek konkurenciát. Ha mindenképp etetni szeretnéd, a madárbarátok azt tanácsolják, hogy adj gabonaszemeket neki, magvakat vagy fogják, kétéltőt, halat, vízi herkentyűt. Sajnos, amennyiben az imént sorolt veszélyes táplálékokkal etetik őket, főleg a fiatalokat,
akkor kialakulhat egy tipikus úgynevezett angyalszárny betegség, és mivel a szárnyai nem fejlődnek ilyenkor rendesen, ezért azok a madarak nagy valószínűséggel elpusztulnak télen. Monogámiában élő madarak, a szaporodási időszakuk a téli hónapokban van. Ilyenkor szorosan egymás mellé úsznak és nyaktáncot járnak, hajlonganak és átkulcsolják egymás nyakát, vagyis ölelkeznek. A költőpárok általában hűségesek maradnak a területeikhez is, és minden más hattyút elűznek onnan a költés idején. Egy-egy ilyen területvédő verekedés egészen komoly sérülésekkel és tollvesztéssel is járhat. Márciusra a tojó fészket épít nádból és gyékényből, majd erre rakja 4-10 közötti tojását, már akkor, amikor félig elkészült vele, és elkezdi a kotlást a félig kész fészekben. 35-38 napig költi a tojásokat, eközben a hím a fészek közelében őrködik, ilyenkor akár az embert is megtámadja. A fiókákra a kikelés után mindketten vigyáznak és rendszeresen a hátukon hordják őket, majd 3-4 hónapos korukban önállósodnak és csak ezután tanulnak meg repülni. De egy évig a szüleikkel maradnak és a következő vedlés után bújnak át fehér tollazatukba. Amennyiben egy fióka színe fehér lesz és nem szürke, vagyis az immutabilis színváltozat, megeshet, hogy a szülők nem ismerik el, mint hattyút, és elkergetik. Lásd a rút kiskacsa esetét. A bütykös hattyúk teljes világszintű populációit nagyjából 500 000-ra becsülik, amelyből csaknem 350 000 az Orosz Föderáció területénél, a legnagyobb populációjával 11 000 egyeddel a Volga deltájában. Nagy-Britanniában évszázadokon át háziasították a bütykös hattyúkat, táplálékgyanánt, és az egyedeket a lábuk hártyáján vagy a csőrükön bemetszéssel jelölték, jelezve a tulajdonjogot. Ezeket a védjegyeket a korona bejegyezte és királyi hattyúpásztort neveztek ki. Azok, amelyek nem így voltak megjelölve, a korona tulajdonába kerültek, így a hattyút királyi madárnak nevezték, így Nagy-Britanniában ez mentette meg a fajta túlvadászás miatti biztos kipusztulástól. Nyugat-Európa többi területén is szinte teljesen kipusztultak a túlvadászás miatt. Ott is a házi szárnyasként tartott hattyúk mentették meg a populációt. Tollait írásra használták, ezzel írtak a gazdagok a középkorban. A szegényebbeknek maradt a lúttól, a holló és a varjútól. Pedig lehet, hogy a háziasított hattyúk tollából jutott volna sok embernek, ugyanis egyetlen bütykös hattyúnak nagyjából 25 000 tolla van. Védelem alá a 19. században kezdték helyezni, azután kezdték visszatelepíteni más helyekre is. Viszont az 1960-1980 közötti időszakban csökkenni kezdett a nagy-britanniai állomány, amikor a vadászat miatt szétszóródott ólomsöréteket és a horgászás utáni eldobált ólomsólyokat felkapkodó hattyúk ólommérgezésben pusztultak el. Észak-Amerikába való betelepítése után a bütykös hattyú egyedszáma olyan mértékben megnövekedett, hogy ott invazív fajnak számít, de a többi területre betelepített populációk továbbra is kicsik, vagyis Japánban körülbelül 200, Új-Zélandon és Ausztráliában kevesebb mint 200, Dél-Afrikában pedig körülbelül 120 egyed él. Európában védett madár, Magyarországon 1954 óta. Az Amerikai Egyesült Államokban csak bizonyos államokban védett, a többi területen pedig ugyancsak védett. 1984 óta Dánia nemzeti madara. Addig a mezei pacsirta tartotta ezt a címet. Mint említettem, a Hans Christian Andersen a Rút kiskacsa című meséjében is megjelenik, de ezt már valószínűleg tudtátok. Ugyanakkor a Csajkovszki Hattyúk tava című darabjában is kimondottan fontos szerepet kapott a bütykös hattyú. Intelligens madár, amennyiben kedves voltál hozzá, mindig emlékezni fog rád, de az ellenségeit is ugyanígy megjegyzi. Na, most már a végére érkeztünk. Legalábbis ennek a videónak. Hogy mi is lesz a folytatás, hát semmi sem biztos. Az biztos, hogy ez volt az állatbemutató 155. része. Egyelőre ennyi állat érhető el a Planet Zoo játékban alapból, beleértve az összes eddig megjelent kiegészítőt.
Hogy lesz-e még kiegészítő, nem tudom. Az állatlista biztos, hogy messze áll a teljességtől. Na de lássuk, mit hoz a jövő. Addig is nézheted az eddigi videóim, legyen az állatbemutató vagy építés, amelyik jobban érdekel. Ne feledd el megosztani másokkal is, hogy terjedjen az állatvilág ismertsége, hiszen ugyanúgy szükségünk van rájuk, mint nekik ránk. Tippelek, hogy Proki említeni fogja az újabb összefoglalót. Proki, ha megnézed, írd meg kommentben, valóban eszembe juttatnád-e az összefoglalót. Köszönöm, hogy megnézted. Legyen gyönyörű napod!